Kedves nézők, egy több mint örömteli hír itt a háttérben. Megjárta Párizst kameramanként kollégánk. A stúdióban itt ül most velem szemben az olimpia viselt, Mondok Ferenc, ia Fecó, köszöntelek. Ja, Mátyás, köszönöm a tévénézőket. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Én köszönöm, hogy meginvitáltál ebbe a műsorba. Fecó, ez egy nagyon nagy szó. Leülepedett ez már benned, hogy végül is minek lehettél a részese? Fú, nem tudom igazából. Sokat gondolkoztam ezen egyébként, mert én eleve nem is számítottam erre, hogy esetleg Párizs szóba jöhet. Majd valamikor mondjuk Los Angeles-szel kalkuláltam, hogy talán akkorra lehet ebből valami. Hogyan vezetett az utad Párizsba? Tehát nyilván nem arra gondolok, hogy itt elkezdted már vagy 25 évvel ezelőtt, bár majd erről is beszélhetünk a későbbiekben, okay. De most így a közelmúlt hónapjai és azok eseményei, azok, tehát hogyan került ez képbe? Hát nyilván volt ennek valami előszele, hogy sejtetted, megsúgták? Persze. Nem, muszáj picit régebbről indulnom. Mert semmi akadálya? Annak idején 2017-ben, amikor az első vizes VB-t, azt hiszem első vizes VB-t rendezte Magyarország, akkor kameramanokat toboroztak, mert ugye próbáltak egy nagyon jó minőségű műsort csinálni, ezért a szakmát föl, tehát elnyert a műsorkészítés az összes kameramant, ezért kellettek olyan emberek, akik be tudnak segíteni a műsorgyártásba, és nekem akkor lett lehetőségem az Antenna Hungáriánál kicsit megmutatni magamat. Nem is kicsit. Nem is kicsit, úgy tűnik. Ne szerénykedj. Hát azért, de mert amikor én oda kerültem, azért ugye én többnyire híradókat gyártottam meg a magazin műsorokat, így egy televíziónál, azért a sportközvetítés az egy kicsit másabb. Ott azért rájöttem, hogy van még mit tanulnom, sőt, teljesen újra kell tanulnom a dolgokat. Ezek mindig élők, tehát állandóan odafigyelni, folyamatosan képeket keresni, hogy a rendező kez alá tudj dolgozni. Nagyon képbe kell lenni, ráadásul annyira nem is voltam sportos. Tehát, hogy azért ott a szabályoknak is utána kellett nézni. De mindegy, ezek így szépen időről időre épült rám valamennyi tudás, szedegettem magamra, amit csak lehet, a koszon kívül, mert azért voltak olyan munkák, ahol azért kaptunk esőt, havat, sarat, port, mindent. De megitták minden, a vizedet. Megitták például a vizemet, foci meccsen, stb. És hát eljutottunk odáig, hogy az olimpia évébe kerültünk, és valamikor, nem is tudom, talán február-március környékén egy kollégám hívott ki, meg is nevezem, Tóth Attilának hívják. Nincs akadálya. Neki köszönhetem azt, hogy igazából ott vagyok, meg azt, hogy a vezetőség elfogadta az én személyemet. Megkaptam a telefont, azt hiszem, hogy vicc. Hogy? Köpni nyelni nem tudtam, mert most mit tud ilyenkor mondani az emberért? Hát köszönöm szépen, nagy duzzogva elfogadom. Hát igen, nagyjából nálam is ennyi volt, így először leesett, esett, aztán egyszer csak kaptam egy levelet, hogy az OBS-nek az oldalára kezdjek el beregisztrálni, megküldték a kódokat, majd két hónap múlva látom, hogy jön a szállodafoglalás, jön a repülőjegy, stb. Véresen komoly a történet. Hát mondom, akkor ez úgy tűnik, hogy innen már nincsen nagyon visszaút. Aztán egyszer csak felszállt a gép. Egyébként előkészületek, még mielőtt kiutaztál volna, azért ez csak egy olimpia, és ahogy említetted, 2017 óta már dolgoztál be országosnak, azért csak más, tehát ez rutinból nem lehetett? Lehetett? Figyelj, nagyon sokat csinál, legtöbbet sportot csinálok. Ugye, ugye az Antenna Hungária az a M4-nek gyártja a sportokat, nagyon sok sporteseményen vettem részt, VB-ken, EB-ken, stb. Ott az ember azért már szerez egy kis rutint. Nem azt mondom, hogy ide is teljesen felkészültem, megy ki az ember, mert minden helyszín más, meg kell tanulni ott a járásokat, stb. Izgul az ember, első ilyen olimpiája van, ráadásul a vívás nem is egy olyan sport, amit állandóan közvetítünk, de nyilván közvetítünk. Bele kell rázódni, kell egy-két nap, amíg az ember ott kicsit helyre teszi magát. Aztán már egészen jó. Közben nézem, kérek egy kettest a kollégáktól. Igen, csak nézem azért, hogy jól állítottad be, mert a te kamerámon, vagy az én kamerámon te lennél. Hát igen. Tehát fogtad magad és beültél ide. Én most aljas módon beültem. De azt hiszem, az imént rátekintettem, hogy rendben lesz. Jó, ügyes. Jó ágy. Így is ellenőrizted, jól van. Köszönöm szépen. Nézzük, tehát amikor néztem a közvetítéseket, akkor én nem egyszer tapasztaltam azt, hogy amit mondott a kommentátor, ahhoz passzolt a kép.
Mi milyen jelet láttunk itt Magyarországon? Tehát te milyen csapatban dolgoztál együtt? Hát én de a teljes magyar csapatban vettem részt, mint kameraman. Ugye a vívást azt szinte csak magyarok csinálják, meg a súlyemelést is. És ugye most hát ennyire műszakilag nem akartam belemenni, mert én sem igazán látom még át, de valószínűleg az van, hogy ez a jel ez befut egy központba, és ugye a kommentátor egy monitoron keresztül nézi az eseményeket. De tényleg sokszor ahhoz, rímelt a szöveg és a kép? Ahhoz képest, a magyar szöveg igen. És a kép? Igen, igen, igen. Körülmények. Még mielőtt akkor versenyekről is beszélnénk, szállás, ellátás. Semmiben nem szenvedtünk hiányt. A szállásunk az patika volt mindenhol, ebédet, vacsorát kaptunk, attól függ, hogy ugye hogy szólt a beosztás, hogyha korán kellett menni, akkor kaptunk reggelit is a szállodába, akár hideg csomagot. Szóval igazából már volt olyan, hogy az utolsó héten már úgy voltunk az étellel, hogy nagyon finom, csak már nincs kedvünk enni. De tényleg, mert egyszerűen már így kifújt. Tehát ez akkor ebben nem volt ilyen. Igen. Mennyire éreztétek a bőrötökön a biztonsági óvintézkedéseket? Nyoma nem volt annak, hogy nem olyan volt. Szempontból, amit olvasni lehetett meghallani, hogy mire készüljünk, mert hogy majd ez lesz, meg az lesz. A rendőri jelenlét az óriási volt. Uh-huh. Tehát katonák, rendőrök voltak az utcán, de nem zavaró. Tehát, hogy ők nem szóltak oda senkihez, feleslegesen nem inzultáltak senkit. Teljesen rendben volt. Nekem így külföldinek teljesen olyan, mint hogyha egyébként a mindennapok is kb. Így folynának. Nyilván ennél azért jobban, sokkal nagyobb volt. Hatalmas, hogy a rendőri konvojok kószáltak az utcán, akár kocsikkal, akár csoportosan. Tehát megmutatták magukat. Megmutatták magukat, de én úgy tudom, hogy semmi felinzultus nem volt egyetlen alkalom. Rendben volt minden, ez nagyon fontos. Izgultunk. Versenyekről és infrastruktúráról. Brutális. Bővebben? Nagyon brutális. Elképesztő. Hát magáról a versenyhelyszínről, ami ugye a Grand Palais volt. Vívás? Vívás, ez elképesztő impozáns épület. Gyönyörű szép. Gyönyörű. Mi azt gondoltuk, hogy majd ott pólóban el leszünk, rövid nadrágban, stb. Ehhez képest olyan durva infrastruktúrát építettek ki a klímarendszernek, hogy az első napokban például hosszú nadrág kabát széljackében voltunk, mert akkora húzatot generáltak bent, meg kint hideg is volt, és ők szerintem napos időre próbálták a belső hőmérsékletet belőni, viszont ha kint hideg volt, akkor bent még hidegebb. Úgyhogy ott aztán föl kellett venni mindent, ami van. Még ott az ottani ilyen sportszergyártó üzletbe is el kellett mennünk, hogy hát tudunk valami aláöltözőt venni, de hát már ki volt rabolva az egész. Úgyhogy, de amúgy mindent kegyetlen módon kiépítettek, tehát minden rendben volt. Magyar olimpikonokkal és szurkolókkal mennyire tudtatok kapcsolatot tartani? Amikor a Szilágyi Áronék vívtak, hát az ő örömüknél nem, mert ugye ott sajnos nem volt, de a csapatban ugye ott sikerült a srácoknak egy aranyat szerezniük. Hát ott részesültük az örömükben, mert én például ott voltam közöttük több másik kollégámmal, mert ugye mi edzői meg kispadra akciókat adtunk. Úgy az ember úgy átveszi libabőrös egy kicsit, meg mit tudom, meg azért mégiscsak úgy állott, hogy én is magyar vagyok, és láthattam őket, meg mindent. Elvileg egyébként az a mondás, hogy nem lehet zaklatni a sportolókat, fotózással, stb. Nagyon megosztani se lehet ezeket. Szurkolókkal kontaktus volt, magyarokkal? Nem. Különösebben nem? Nem. Voltak magyarok, de azért nem olyan jelentős. Itt most azért a franciák elnyelték a rengeteg helyet. Volt egy női tőr csapatverseny, és akkor kérem a kollégákat, hogy ott én nem tudom, hogy én ott mit tettem volna helyetben. Na nézzük. Hanggal. Kommentáld, légy szíves. Hát igen, ez párbaktól volt. Ugye? Ez női törcsapatverseny. Női törcsapatverseny volt. Ez Krax, a hölgy. Igen, és a hölgy nyerte, meg végig ő vívott utoljára, és ő nyerte meg a csapatnak az aranyérmet, és hát ilyenkor óriás rohangálás megy ott fent a páston. Na jó, de ilyenben volt már részed? Volt már egyszer, de azért ilyen jelentős nem volt, tehát ilyen kicsiben megvolt ez már, aztán mi már ott
kontaktáltunk egymással a hölgyel, mert figyelt felém, én is vettem föl az ő pillantását, stb. Most ebből nem pár kapcsolatot akartunk kihozni, vagy ilyesmi, csak azt vártam, hogy esetleg mikor robban, mert benne volt. Aha. Na és egyszer csak megfordult, és akkor így oda rohant, és akkor ami a csövön kifért, azt mondta. De hát ezzel a többi olimpián résztvevő amerikai csapatot akarta buzdítani. Hát reméljük, már nem emlékszem, hogy kik hogy nyertek, de remélem, hogy így meghozták az aranyakat a fiúk, lányok. Ez kőkemény munka volt nyilvánvalóan, amit ott kint. Meddig voltatok kint pontosan? 22-én utaztunk, és augusztus... Tehát durván 3 hét. 3 hét. Durván 3 hét. Munka mellett volt valamire idő? Volt, mert az első pár nap az általában műszaki beállással, próbákkal zajlik. És most reggel kimegyünk reggel 8-ra, az első 2 nap mondjuk lement ilyen délután 4-ig, és akkor utána lehetett egy kicsit mászkálni, plusz azt hiszem valahogy sikerült ott összehoznunk egy szabad napot. Lehet, hogy amikor a megnyitó napja volt, akkor egy délelőtti próbánk volt, mert délután már oda a helyszínre senkit nem engedtek be, és akkor el tudtunk menni mászkálni egy kicsit, majd a második ilyen, meg hogyha amikor már a selejtezők lementek, és kialakultak a beosztások, akkor volt, hogy én csak például döntőre mentem estére. És akkor így volt délelőttöm, délutánom, csapatba verődtünk, felszálltunk buszra, metróra, és akkor elmentünk megnézni helyi nevezetességeket. A második ilyen alkalom az meg, amikor átköltöztünk a súlyemelésnek a helyszínére, ott volt egy teljes napunk, azt sem, amit akarunk, és akkor megint mentünk egy nagyot a városba. Jó volt. Nagy élmény volt. Hozzávetőleg 25 éve kezdted itt a CTV-ben, hála Istennek most is itt vagy még velünk, igen. És remélem, hogy maradsz is, reméljük, hogy maradsz is. Azért, hogyha ha visszagondolsz, ki terelgetett a sport felé, vagy ki forszírozta azt, hogy sportokat forgassál itt Ceglénen? A kérdés provokatív jellegű. Nem jut eszembe az úrnak, de feliratban biztos megvan kint a kollégáknak a neved, úgyhogy hát neked sokat köszönhetek, meg hát Isten nyugosztalja szegény Ungurján Lacit, aki mellé csapódtam, és rengeteg kézilabdát meg focit közvetítettünk le annó, és én nem is voltam soha ilyen nagy sportos, meg nem azt, hogy távol állt tőlem, de ezek a sportok nem voltak jelentősek az életemben, aztán egyszer csak itt egy kicsi alapot összeszedtem, aztán a többit azt meg már élesben. És aztán itt volt az olimpia, vártunk itt nagyon volt. Vissza. Ja, most már itt vagyok. És ezzel még nincs vége? Nincs vége, mert közben úgy alakult, hogy megbíztak bennünket a paralimpiával is. Tehát akkor napokon belül utazni fogsz? Vasárnap, igen. De az szerencsére már rövidebb. Úgyhogy nem kell távol lenni a családtól. Hogyha előbbre tekintünk, lehet, hogy ezzel már megváltottad a repülőjegyedet Los Angelesre is? Figyelj, én nem akarok ennyire előre menni. Ha ez az egy olimpián volt, akkor is megérte. Ha viszont ezen az olimpián tudtam annyira bizonyítani, hogy a kollégák és a vezetőség azt mondják, hogy akkor ez a csapat megy, akik Párizsban voltak, akkor nagyon fogok örülni a Los Angeles-i jegynek. Fecó, köszönöm, hogy beültél ide velem, nagyon büszkék vagyunk rád. Köszönöm. Egy picit sem vagyok irigy. Azt elhiszem. Egy picit az vagyok, be kell, hogy valljam, hiszen ez hatalmas élmény lehetett, de tényleg nagyon őszintén, tiszta szívből örülünk, hogy kint lehettél. Hát aztán megyünk majd a paralimpia után, majd még azért beszélgethetünk. Majd meglátjuk, ha itt nem is, de akár itt is, ha gondolod. Jó, legyen így. Vagy az irodámban bent. Még az is összejöhet. Köszönöm. Tudom, hogy nem bíróságon vagyunk, de az utolsó szójogán szólhatok. Azért szeretném megköszönni a Cegli TV ügyvezetőjének, Pap Zsoltnak, az, hogy engem támogatott ebbe a szakmai útba, és hogy idáig eljuthattam, mert ha ő nincs, akkor az ő engedélye nélkül én ezt nem tudom csinálni. Meg minden kollégámnak, aki helyettem dolgozott, amíg én nem voltam, és dolgozik, amikor nem vagyok. Úgyhogy mindenképpen nagy köszönet jár nekik ezért. Én megköszönöm, hogy itt voltál még egyszer. Én köszönöm szépen. És akkor irány paralimpia, utána meg majd még találkozunk. Aztán majd dumcsizzunk. Okay. Nagyon rossz volt ebbe a székbe. Megtettem mindent, ezek szerint sikerült. Ja, sikerült. Okay. Jó, köszönöm szépen. Hello.